A Mi Hazánk Mozgalom politikus bűnözés elleni programcsomagjának 5 legfontosabb pontját szeretném ismertetni. Az elszámoltatás a mentelmi jog eltörlésével kezdődik, ugyanis egy nagy lózunk az alaptörvényben, hogy a törvény előtt mindenki egyenlő, mert hogy vannak egyenlőbbek, akiknek jár a politikusi felelőtlenség. Ez ennek az idejét múlt politikusi privilégiumnak vetne véget a Mi Hazánk Mozgalom. Sajnos immár egyedüli pártként szeretnénk eltörölni a mentelmi jogot, de mivel jelenleg nyomozni sem lehet mentelmi joggal rendelkező politikusok esetében, ezért az ügyek feltárását is akadályozza a mentelmi jog, ezért ennek eltörlése az elsődrendű feladat. Szeretnénk az országgyűlési képviselők jelenleg titkosított vagyonnyilatkozatának nyilvánosságát is biztosítani, hiszen jelenleg az országgyűlés széfjében őrzik azokat a hozzátartozói vagyonnyilatkozatokat lezárt borítékban, amelyek sokszor lopott eredetű vagyont dugnak el közeli hozzátartozó, egy háztartásban élő közeli hozzátartozó, házastárs vagy akár kiskorú gyermek nevén. Szeretnénk rendszeres vagyonosodási vizsgálatot is 4 évente, például egy államtitkár esetében, de minden országgyűlési képviselőnél is, hiszen a ciklus elején és a végén megnézzük, hogy milyen bizonytalan eredetű vagyon tárható fel, hiszen hogyha olyan vagyonosodásra derül fény, amelyet a hivatalos jövedelem tiszteletdíj nem fedezett, akkor egyértelműen számon kérhető volna a politikus. És hogyha végre eljutunk a büntetésekhez, akkor teljes vagyonelkobzást és a mindenkor hatályos büntetési tételek kétszeresét, dupla büntetést szeretnénk a politikusokra, abban az esetben, hogyha a hivatali hatalmával visszaélve követel egy politikus bűnöző, jellemzően milliárdos károkat okozó bűncselekményt. Végül pedig 5. pontként szeretnénk, hogyha hasonlóan elrettentő hatású szibériai bérraptartásban, és nem mondjuk a kecskeméti wellness börtönben kellene letölteni azokat a büntetéseket, amelyeket valahogy eddig a kiváltságos politikusok mégis jellemzően Kecskeméten vagy a szombathelyi wellness börtönben tölthettek le eddig. A szibériai bérraptartásnak olyan elrettentő ereje volna, amely a magyar költségvetésnek is komoly milliárdokat spórolna a politikus bűnözés visszaszorításával. De amíg egy kórházban ápoltra jóval kevesebbet költünk, mint egy fogvatartási intézményben lévőre, napi több mint 10 000 forintot ugyebár, addig elfogadhatatlan ez a rendszer, ezért kölcsönösen jól járna Oroszország és Magyarország is a szibériai bérraptartás, amely sötét történelmi múltunknak a jó oldalát nézve azt gondolom, hogy visszaszoríthatná a politikus bűnözést, elrettentő hatása volna azokra, akik körében még mindig dívjuk ez a magyar költségvetésnek is sok milliárdos kárt okozó bűnözési forma gyakorlása. Ilyen elrettentő hatás esetén tudjuk visszaszorítani a politikus bűnözést, amivel felbecsülhetetlen mértékű károkozástól tudnánk a jövőben megkímélni a magyar államháztartást. Ez lehet a forrása többek közt azoknak a tisztességesebb nyugdíjaknak és tisztességesebb jövedelmeknek, amelyet a Mi Hazánk Mozgalom virradatprogramja biztosítani szeretne a magyar embereknek. Thank you.